A város 2022-es költségvetése, a Herpátim Kft. Ügyvezetői pályázatának elbírálása és együttműködési megállapodása a Honvédelmi Sportközpont megépítésével kapcsolatban. Többek között ezekről tárgyaltak a képviselőtestület január végi ülésén. A testületi ülés elején nyugdíjba vonulások alkalmából köszöntötték dr. Kertész Balázs háziorvost és feleségét, megköszönve az alapellátásban eltöltött több mint 30 évi gyógyító és egészségmegőrző munkájukat, nyugdíjas éveikhez sok boldogságot és jó egészséget kívánva. Egy külterületi utak felújítására még tavaly júliusban benyújtott pályázat támogatói okiratáról számolt be a polgármester, melynek jóvoltából a Morotva és a Monostor utcák fejlesztése fog megtörténni 308 millió forint összköltséggel. Az első tárgyalt napi rend a Herpátim Kft. Ügyvezető igazgatói posztjára benyújtott pályázat elbírálása volt. A megadott határidőig egy pályázat érkezett, Zámbori Péteré, aki akárcsak a megelőző bizottsági üléseken, a testületi ülésen is részt vett. Mint elmondta, a több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik a felsővezetői vállalatirányítás területén, melyet főleg önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozásoknál szerzett. Zámbori Péter vagyok, 17-18 éve dolgozom önkormányzati területen, főleg kommunikációs területen indultam, utána pedig a turizmus ágazatban találtam meg azt a munkát, amit a mai napig szeretettel és tisztelettel végzek. Debreceni vagyok, Debrecenből származom, jelen pillanatban is ott élek. 8,5 évet a debreceni vagyonkezelő és a hozzátartozó tagvállalatoknál dolgoztam, tevékenykedtem, akkor inkább marketing és kommunikációs területen. Ezáltal betekintést nyertem, akkor, ha jól emlékszem, 15 tagvállalatunk volt munkájába, itt a hőszolgáltatótól kezdve a közlekedési vállalaton, a vízmű, a civisház, akvatikum, debreceni gyógyfürdő, hotel Lícium, debreceni reptér munkáit segítettük, az igazgatóság üléseken részt vettem, tehát az ottani szakmai munkába valamilyen szintű rálátásom volt, illetve van. Ezután Kecskemétre kerültem, ott a Hírősport Nonprofit Kft.-nek lettem az ügyvezetője. Ez főleg sportlétesítményeket, sportcsarnokot, edzőcsarnokot, szabadidőközpontot üzemeltető társaság, de hozzánk tartozott a strand csúszdaparkkal, illetve akkor került átadásra egy 6,5 milliárdos beruházás keretében a kecskeméti fürdő is. Ezután egy évig Budapesten dolgoztam, majd Kisújszállásra kerültem, ott a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-t vezettem. Ez egy gyógyfürdőből, gyógyászatból, hotelből, illetve kempingből álló turisztikai komplexum, és emellett még az egészségügyi szolgáltatóknak a létesítményeit is mi üzemeltettük, tehát az ügyeletet, az orvosi rendelőket, illetve a védőnői szolgálat is a társaságunkhoz tartozott. Örömmel pályáztam meg a Herpátimnek a ügyvezetői pozícióját, ugyanis úgy láttam, és úgy látom, hogy Berettyóújfalunak óriási lehetősége van az egészségturizmus területén. Ugye van egy kórházi háttér, ahol a gyógyászati tevékenységet lehet folytatni, van egy beruházás, ami jelenleg is zajlik, és úgy gondolom, hogy mind a hazai, mind pedig a nemzetközi egészségturizmus területén ezzel az infrastruktúrával el lehet indulni. Az ülésen szó volt a Herpátim Kft. Rövid és hosszú távú stratégiai terveiről, a következő évek feladatairól, amelyet, ahogy Muraközi István fogalmazott, az új vezető és a tulajdonos önkormányzat közös munkája alapozhat meg. A Herpátimnek, mint tulajdonosaként azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy a stratégiának a megalakítása, megalkotása az a tulajdonos felelőssége, és ahogy tavaly évvégén, amikor ugye a Herpátimnek a közép-hosszú távú feladatairól, stratégiai tervezéséről beszéltünk, akkor is azt a ütemtervet állítottuk fel magunknak, hogy elsőként a jelen Herpátim Kft.-nek a vezetésére keresünk egy ügyvezetőt, majd mi, mint tulajdonos,
meghatározzuk, hogy mi mit szeretnénk ebből a Herpájtimből egy év múlva, két év múlva, három év múlva, vagyonkezelés, parkfenntartás, parkgondozás, stb. Tehát megmondjuk, hogy milyen irányba menjen, és azt természetesen feladatként kitűzzük az ügyvezető igazgatónak, aki majd ehhez a megfelelő csapatot kiválasztja, és azokat a lépéseket természetesen a tulajdonos előtt beszámol, hogyan is van. Tehát egyértelműen össze kell, hogy dolgozzunk ebben a vonatkozásban. Én azt gondolom, hogy az alapok jók, tehát gyakorlatilag a Herpájtimnek az alaptevékenysége évtizedek óta megfelelő színvonalon van, gondolok itt akár a piacüzemeltetésre, akár a távhőszolgáltatásra, amiben esetleg számbarulnak nincs akkora munkatapasztalata, viszont a jelenlegi állomány kellő támaszt és kellő segítséget tud nyújtani. Igen, a legfontosabb, a legújabb, a legnagyobb beruházás ugye a fürdőnek a gyógyászati fejlesztése, ami viszont valóban hosszú távra meg tudja határozni, és ahogy ő is fogalmazott, fel tudja tenni Berettyőfalut az ország, illetve Európa turisztikai térképére. Ebben viszont egyértelműen, hogy arra szakmai tapasztalatra számítunk. De azt gondolom, hogy egy pozitív szemlélettel nézhetünk a közös munka elé. A testület végül döntött, egybehangzó igennel támogatták, hogy Zámbori Péter legyen a cég ügyvezetője március 1-től 2027. február 28-áig. A megtárgyalandó előterjesztések között szerepelt a város idei évi költségvetési rendelete is, mely tartalmazza az önkormányzat valamennyi kiadásainak és bevételeinek tervét. A főösszeg 2022-ben 5,2 milliárd forint, mely, ahogy az ülésen is elhangzott, elsősorban működési költségeket jelent, az intézmények és önkormányzati feladatok biztonságos és stabil működésének célkitűzésével. Megpróbáltuk a lehető legkorábban összeállítani a költségvetést, hogy már a következő hónaptól ezek a számok éljenek. A legfontosabb volt, hogy a kötelező feladataink ellátására fókuszáljunk. Az intézményeinknek a biztonságos és stabil működése volt a legfontosabb. Az, hogy minden az önkormányzat és általa fenntartott intézményekben dolgozó személynek a megélhetése az biztos legyen, és így a működés is biztosított legyen. Ha számok lefordítjuk, ez egy alapvetően működési költségvetés. Az előző évekhez képest a sarokszámai a költségvetésnek azok alacsonyabbak, de ez nyilván abból adódik, hogy kifutnak a korábbi 2014-2020-as időszakra vonatkozó topos pályázatok, amik a felhalmozási bevételeinket, illetve kiadásainkat megnövelik. Így most ez a költségvetés durván 60%-ban a működést szolgálja, és 40%-ban a felhalmozást. Ennek ellenére a következő időszakban a már most beadott pályázatoknak a kedvező elbírálását követően vélhetőleg lesz szükség költségvetési rendeletünk módosítására, ami viszont a felhalmozási jellege bevételeinket jelentősen növelni fogják. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a működésnek a biztosítása is nagyon fontos, és sok esetben nem könnyen megoldható feladat, bár a magyar állam támogatásával örömteli azt elmondani, hogy ebben az évben mind a kulturális szféra, mind a óvodai nevelés, a bölcsődei nevelés, illetve a szociális szférának a dolgozói jelentős béremelésben részesültek, amelyhez az állam a kiegészítő támogatást nyújtja. Emellett meg kell említeni a minimálbér, illetve a garantált bérminimumnak az emelését. Azon foglalkoztatottjainknak a béremelésére is gondoltunk, ahol az állam ehhez kiegészítő támogatást nem ad. Gondolok itt a köztisztviselői illetmény alapnak az emelésére. Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen illik emelni legalább a más egyéb foglalkoztatási ágakhoz képest a dolgozóinknak vagy a fizetését. Ugyanakkor megpróbáltuk azokat a
lemaradásokat is csökkenteni, amelyik leginkább a város belterületi úthálózatának az állapotából fakad. Egy jelentős mértékű emeléssel 100 millió forintra emeltük a magasabb műszaki tartalmútaknak a felújítására előirányzott összeget, amiből ugye martaszfaltos technológiával szeretnénk jelentősen növelni a felújított úthálózatnak a hosszát. Ez csatlakozhat az áprilisban beadandó belterületi utak fejlesztés pályázathoz, amivel viszont aszfaltozást jelent. Reméljük, hogy ezzel egy jelentős lépést tudunk tenni. Tehát magyarán minden olyan értéket próbáltunk megőrizni, a biztonságos működésre fókuszáltunk, a béremelésekre, de ugyanakkor a fejlesztésekre is megpróbáltunk kellő forrást biztosítani. A költségvetési főösszegünk az kevesebb, egy 5,2 milliárdos költségvetési főösszeggel került a rendelettervezet beterjesztésre, ami több mint 2 milliárddal kevesebb a 21-es évi költségvetési főösszegnél, és ez nem azt jelenti, hogy valami nem terveztük be, hanem a felhalmozási kiadásaink nem jelentkeznek ebben az évben ilyen mértékben. Igen, működési költségvetésről beszélünk, elsősorban ez a legfontosabb, hiszen ezek a működési költségek a kötelező feladataink, és ezeket kell 100%-ban teljesítenünk, az önként vállaltak követnek utána. Minden intézménnyel többször egyeztettünk, és az ő költségvetésük, amelyek a megkötésben található, kibontott költségvetési főösszegekkel, azokat az emeléseket tartalmazza, amelyek a béremeléseknek a következménye, és csak minimálisan emeltük meg a működési kiadásokat. A bizottságülésen feltétett a kérdés, hogy miért nem emeltük többel. Azért nem emeltük többel, mert ennyiről kaptunk tájékoztatást a beszállítóktól, hogy élni kívánnak az áremelés lehetőségével. Volt olyan cég, volt olyan beszállító, aki nem élt ezzel a lehetőségével. Ott ugye áremelést nem terveztünk, de nem jelenti azt, hogy az év folyamán erre nem fog soha kerülni. A központi támogatások tekintetében még annyit megegyeznék, hogy igen, 100 millióval magasabb összeget kaptunk központi támogatásként, de ez a 100 millió forint igazán nem mindenkit érint, hiszen elsősorban az óvodát, azon belül is a bölcsőde kapott nagyobb összegű támogatást, és a szociális ellátórendszer adóbevételek. Ugye, az is egy fontos bevételi forrásunk. Tavaly évben még nem tudtuk, hogy hogyan változik a jogszabályi módosítás következtében az adóbefizetéseknek a százaléka, az összege. Most úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi vár ránk, de aztán majd kiderül. És a tavaly 400 millióval szemben 700 millió forinttal terveztünk, és figyelembe vettük, hogy 2021-ben milyen adóbevételek jutottak be az önkormányzat költségvetésébe. Úgy gondoljuk, hogy ez a 700 millió forint be is fog érkezni a költségvetésünkben. A bevételi oldalon van több olyan tétel, amely bizonytalan szerintem. Hadd említsem például a debreceni vízműtől várt 99,6 millió forintos vélhető bevételt, illetve a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásnál bekalkulált 172 millió forintot. Az ingatlan értékesítés esetén, ha jól emlékszem, akkor 120 millió forint van beütemezve, illetve az iparűzési adó állam általi visszatérítése vagy megtérítése, ami ugye az elvonások következtében várható, az 152 millió forint összegben szerepel. Ez már összességében 400-valahány millió forintról van szó, ami számomra úgy tűnik, hogy ez egy bizonytalan, még nem biztos bevétel, ugyanakkor a bevételi oldalon szerepel, és az egyensúlyban úgymond jelentős szerepet játszik. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi garancia van arra, vagy mennyire biztos ezeknek a beérkezése? Szántai képviselőnek a kérdésében azt gondolom, hogy több mint 30 éves kérdést feszeget, és azt gondolom, hogy a pénzügyi irodavezető egy előterjesztő polgármester, de azt gondolom, hogy elfogadó képviselőnek is ez egy örök dilemma. Olyan bevételeikről kell úgy döntést hozni, hogy annak a kiadási oldala az viszont betonbiztos. Ott bérek vannak, járulékok vannak, olyan dologi kiadások, olyan jogos kiadások vannak,
akár az intézmények vonatkozásában, gondolok itt egy felújításra, egy tető szerkezetnek a javítására, ami abszolút érthető, vagy gondolok itt a saját erős fejlesztésekre. Tehát ez egy örök dilemma. Ha csak a biztos bevételekből indulnánk ki, azt gondolom, hogy akkor nem lehetne költségvetést elfogadni. Tehát az olyan mértékben, olyan működési és olyan felhalmozási hiányjal tudnánk elfogadni, hogy akkor gyakorlatilag akkor működtetni nem tudnánk ezt a települést. Igazság szerint ez a bizonytalanság valóban fennáll. Azt a kérdést kellett feltenni, hogy az a tervezés, ami az összegszerűségét megállapította, itt vonatkozik egyébként, ez elsősorban egyébként az adó is és a ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevételek tervezésére, mert ezek azok, amelyek kifejezetten egy jövőbe prognosztizált összegről beszélünk ugye ezekben az esetekben, hogy ezek mennyire biztosak, ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani. Én ezt javaslom, hogyha ezt meg akarják ítélni a kedves képviselők, akkor nézzük már meg a tavaly előtti hasonló besléseinket, és hogyha ott nem tévedtünk nagyot, akkor jól csináljuk, vélhetően. Ha nagyot tévedtünk, akkor viszont azt korrigálni kellene. Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet 9 igen szavazattal egy tartózkodás mellett fogadták el. A Bihari Múzeum az elmúlt 2 évben az állományára vonatkozó teljes körű revíziót végzett, melynek jegyzőkönyveit jóváhagyásra a testület részére is megküldte. Az előterjesztés szerint a gyűjteményben fellelhető kulturális javak meglétének és állapotának vizsgálata történt meg, ez mintegy 46.220 darab műtárgyat jelent. Ezt követően ugye nem csak revízió volt, hanem állományvédelmi áttekintés is, amely a tavalyi év folyamán zárult le. Ugye erről nekünk jegyzőkönyvet kellett készíteni, amelyet a mindenkori tulajdonos, Berettyóújfaluváros önkormányzata, illetve a vagyonkezelő ZRT-nek kell elfogadni, jóváhagyni. Ugye ez a munkafolyamatoknak csak az első lépése, ezt követően még elég sok munka áll előttünk, hogy az állományt teljes mértékben tisztelve és rendbe tegyük. Azt érdemes elmondani, hogy amióta létezik a Bihari Múzeum, 1974 óta, ez volt az első teljes körű állományrevízió, úgyhogy úgy gondolom, hogy elég nagy munkát végeztünk a múzeum munkatársaival egyetemben. Az előterjesztések között elfogadták a képviselők a Város és a BMSK Beruházási ZRT között létrejövő együttműködési megállapodást, mely egy még 2017-ben kezdődő tárgyalássorozat fontos állomása, és így, mint az ülésen is elhangzott, sokkal kedvező feltételek mellett épülhet meg Berettyóújfaluban a Honvédelmi Sportközpont. Sok tárgyalási fordulóban a tervezőkkel, illetve a BMSK-nak a vezetőivel arra jutottunk, hogy a jelenlegi lőtérnek az épülete az megmarad. Tehát mindenképpen egy új zöldmezős beruházásba gondolkoznak, egy közel 6000 négyzetméteres területen szeretnék ezt megvalósítani. Így szükség volt ennek a területnek az átalakítására, és jelenleg, ugye, amiről már döntött a képviselőtestület, hogy a jelenlegi lőtér és a 42-es számú főútvonal közötti területnek az átadásával biztosít helyszínt, és ami néhány héttel ezelőtt biztossá vált, a BMSK által megküldött együttműködési megállapodásnak az értelmében az önkormányzat feladatai közül kikerült ennek a területnek a közművesítésére, illetve a terület megközelítésére vonatkozó közút csatlakozásnak a kiépítésére vonatkozó feladat. Mondhatjuk, hogy ezzel néhány százmillió forintot megspóroltunk a városnak. Nem utolsó sorban a jelenlegi árak szerint már 1 milliárdot is meghaladó új a Honvédelmi Sportközpontnak a felépítésével egy olyan épülettel gazdagodhat Berettyóújfaluváros szabadidő és versenysportja, amely azt gondolom, hogy nem csak a helyi, hanem a térségbeli gyerekeknek a sportolási lehetőséget biztosítja. Nem utolsó sorban az ott élők, illetve az oda eljutni kívánóknak egy biztonságos közlekedési
csatlakozással együtt történő kialakítását is finanszírozza a magyar állam. Itt gondolok itt a gyalogos átkelőhelyre, illetve a gyalog járdával történő megközelítésre is. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy bár nem rövid idő alatt, de mégiscsak megnyugtatólag rendeződni látszik ez. És itt is látszik az, hogy minden erőnkkel azon voltunk, hogy az önkormányzatnak ez egy nyertes pozíció legyen, tehát minél jobb helyzetbe kerüljünk. Tehát egy abszolút nyerő helyzetben vagyunk, és természetesen ezt követően kérem is a képviselőtestületnek a támogatását ennek az együttműködési megállapodás megkötésének, illetve az ahhoz kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. A képviselők zárt ülésen határoztak még az északi iparterület hasznosítására benyújtott pályázatok elbírálásáról, illetve egy szociális lakás bérlőjének kijelöléséről is.